Reggeli füstjelek. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra, mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 2. verse. Szemlélés által változunk el? Úgy tűnik, hogy igen. De az a kérdés, hogy kit és mit szemlélünk? Szeretnék egy jól ismert bibliai példát hozni ezzel kapcsolatban. Amikor még életutam elején jártam, fiatal koromban, megismertem többek között a Bibliából a jobblatornak a történetét, akkor kicsit olyan hitetlenkedve fogadtam ezt, és úgy nem tudtam elgondolni, elképzelni, hogy hogyan fordulhat elő egy emberben egy ekkora változás. Ott van két lator Krisztustól jobbra és balra felfeszítve, akik tényleg aztán a társadalom legmélyebb rétegéből kerültek ki, aki rabolni tudott, az nyilván ölni is tudott, hogyha arról volt szó. Ezek az emberek tényleg a legsúlyosabb bűnöket és vétkeket követték el. És elképzelhető, hogy még a jobblator is pár perccel az ő megváltozása előtt még hangosan káromolva szitta azokat, akik felfeszítették őt szögeket verve kezébe, lábába, vagy a körülötte levő csúfolódó tömegnek, úgymond, ahogy szokták mondani, beszólt vagy visszaszólt, valószínűleg akkor sem irodalmi stílusban. És ez az ember ott van Jézustól jobbra, és valamit csinál, amit a másik nem, a másik lator nem tesz. Nem csak néz, nem csak lát, hanem szemlél. Szemlél valakit kettejük között, aki teljesen másképpen viselkedik, mint a legtöbb ember ebben a helyzetben. Nem káromkodik, nem átkozza azokat, akik őt felfeszítik, sőt, még jókat mond a körülöttük állókért. Szemlélt ez a lator, és szemlélés által elváltozott, nézett a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Emberek megváltozhatnak hosszú percek, esetleg fél órák, órák alatt, vagy fél napok alatt is, teljes mértékben. Úgy tűnik, hogy igen. De ne csak lássunk, ne csak nézzünk, hanem szemléljünk is. A szemlélés az egy nagyon jó szó, én nagyon szeretem, mert egy olyan elmélyült, figyelmes nézést, tekintet, odaszegezést kíván az ember részéről. És ez az ember, ez a lator, aki valószínűleg nagyon sok embernek okozott nagyon súlyos károkat, bánatot és nyomorúságot, ki tudta azt mondani, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Már nem káromolta az őt felfeszítőket, valószínűleg. Már nem szitta a tömeget, amely ott gúnyolta őt, hiszen egy látványosságra gyűlik össze sokszor egy tömeg. A kivégzések azok is voltak, látványként is szolgáltak, látványosságként. Hanem teljesen megszűnt körülötte a világ. És tudjátok, régebben jártam egy idős nénihez, akinek az életében ugye a hit és a vallás meg a Biblia nem játszott olyan komoly szerepet. De amikor hónapokon keresztül így beszéltem neki ezekről a dolgokról, és már úgy éreztem, hogy olyan túl sok szegénynek hát nem nagyon van hátra, akkor megkérdeztem tőle, hogy drága mamika, így szólítottam egy kicsit őt, elfogadod az Úr Jézus Krisztus személyes megváltódnak? És ő annyit mondott, hogy elfogadom. És én ennek annyira, de annyira tudtam örülni, és annyira jó lenne, hogyha a mi életünkben is ez az elfogadások bekövetkeznének, de nem az utolsó pillanatokban, nem a halálunk előtt 1-2% az életidőnket tekintve, hanem bőségesen, még az időnk, életidőnk derekán, vagy fiatalabbak lévén már akkor kapituláljunk a mi szerető Istenünk előtt. Adjuk meg magunkat neki. Térjünk meg hozzá teljes szívből, de miért? Mert szemlélés által elváltoztunk. Mert a minket ért, hiszen ebben a világban kit nem érne ütlegek, és a fájdalmak és a veszteségek mellett nem egy elállatiasodott természet növekszik akkor bennünk, nem egy durva, egy a másiknak állandóan visszavágó természet, hanem egy új ember születik meg bennünk.
aki elmondhatja azt a maga saját módján, amit annak idején a Lator mondott, hogy Uram, emlékezzél meg róla. A Latorból ennyi jött ki, de milyen csodálatos, hogy Jézusnak ennyi elég volt. Vagy az én idős nénikémből Jézusnak annyi, én reményem szerint elég lesz, hogy azt mondta, hogy elfogadom az Úr Jézus Krisztus személyes megváltónak. Ezért, drága hallgatók, én kívánom nektek, kívánom nekünk, hogy szemléljük Jézust, mert szemlélés által fogunk elváltozni. És ez az elváltozás, ami szemlélés által fog bennünk felnőni, lesz a mi életünk, lesz a mi új életünk, lesz a mi örök életünk. Szervusztok!